két jó formában lévő csapat néz farkas szemet egymással, az Olaj az újraindulás óta mind az 5 meccsét megnyerte, a fehérváriak pedig 6-ból mindössze egyszer kaptak ki, akkor az Ose vendégeként, de legutóbbi 3 meccsén begyűjtötte a győztesnek járó pontokat. Az Olajbányász rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, egységes a csapat, jó a hangulat az öltözőben, és a sikerek is jönnek. De ahogy már elhangzott, a kék-fehérek sincsenek sikerek hiány, hiszen 5-1-es mérleggel állnak. Egy nagyon jó csapatról beszélünk igazából, tényleg ez lesz eddig a legnehezebb mérkőzésünk szerintem. Nyilván szolnokiként itt az Alba elleni meccs mindig rangadó, úgyhogy próbálok minél jobban felkészülni és egy jó meccset játszani velük. Az Alba játékosaként tér majd vissza Szolnokra a korábbi kedvenc Vojvoda Dávid. Az ő leigazolása óriási fegyvertény volt a fehérváriaktól, és a formájára sem lehet panasz, hiszen csapat a legponterősebb játékosa a maga 21,3-es átlagával. Mögötte 4 légiós gyűjtögeti szorgosan a kosarakat, Stacey Davis, Frank Turner, Yakin Ahmad és Ronald Curry mindannyian bőven 10 pont felett átlagolnak. Nagyon erős tranzíciós játékot játszanak, illetve nagyon jó játékosok alkotják a keretet, de azt gondolom, hogy a mi erős védekezésünk talán majd egy kicsit meggyengíteti az ő támadásukat. Utoljára idén januárban találkozott a két gárda, akkor Székesfehérváron 1 pontos vereséget szenvedett a Szolnok. Legutóbb pedig, mikor a Tiszaligetben játszottak egymással, akkor is az Alba hagyta el győztesen a pályát, 80-100-ra nyertek. 2019 márciusában viszont a piros-feketék örülhettek. Azt gondolom, hogy az Alba egy nagyon jó csapat, nagyon jó játékosok alkotják. Tudom, hogy a szurkolók nagyon várják ezt a találkozót. Sajnálom, hogy nem lehetnek itt bent a csarnokban, és nem biztathatnak minket, de legalább tévén keresztül láthatják majd. A szolnoki Olajbányász Alba Fehérvár rangadót szombaton 17 órakor ugyanis az M4 Sport Plus élőben közvetíti.